Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét a Proxys lesz a témánk, konkrétan a gőz technológiával kapcsolatban nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, de nem fogok természetesen egyedül egymagamban beszélni, hanem itt van a Proxys képviseletében az alapító Varsányi Szilárd. Szia! Szerbusz, üdvözlök mindenkit! Hát Szilárd, az előző részekben nagyon sokat beszélgettünk a gőz technológiáról, és akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy nektek a Proxysnál mik a jövőbeni terveitek? Hát rengeteg ötletünk van, ami megvalósításra vár, szinte majdnem minden héten jön valami őrült ötlet, hogy hogyan tudjuk azt a célt elérni, ami nagyjából a marketing tevékenységünknek is, meg az egész munkánknak az alapját jelenti, egy pillérét, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy azt, hogy a gőztechnológiát és ezt az újdonságot használják, azzal nem csak fertőtlenítenek, tisztítanak, vagy éppen most jól járnak, hanem alapvetően a jövőjüket is alapozzák meg azzal, hogy mondjuk a vízzel takarékoskodnak. El fog jönni az az idő is, hogy bánni fogjuk talán, hogy nem előbb kezdtük el, és nem használtuk jobban ki a technikai vagy technológiai adottságokat, de azért azt látjuk, hogy most per pillanat még félünk ettől az új technológiától, és tartunk tőle, minden mással is így van. Ezt látjuk, hogy azért ez a bevezetés ez, és az átállás a hagyományos tisztítókról, és az, ami fejünkben van, hogy megszokásból tisztítunk, megszokásból használunk régebbi elavultabb technológiákat. Na ez az elsődleges célunk, hogy, és tervünk, hogy minél köztudatos, vagy a köztudatba bevezessük, és elfogadottabbá tegyük. Úgyhogy alapvetően ez a célunk. Értem. Hát nálunk is egyébként rengeteg tervünk van, és én azt vettem észre, hogy az embereknek, ami a legnehezebb, amikor tudatosságról beszélünk, bármilyen téren, akkor képzeld el, Szilárd, hogy ami saját magamnál is észrevehető, hogy a rossz szokásokat letenni, az ugyanolyan nehéz, mint a jó szokásokat felvenni. És azt látom, hogy a Proxysnál ugyanez van, hogy az embereknek megmutatjuk a jót, de azért vannak a berögződött rossz szokások, és most itt egy nagyon-nagyon új dolog van, ami viszont abszolút pozitív, és én ezért is örülök neki, hogy beszélgetünk erről. Viszont a kérdésem az, hogy mennyire fogadják be ezt az egész dolgot nehezen az emberek? Hát talán azt tudom mondani, hogy elég trendinek hangzik, hogy hú, környezettudatosan tisztítunk mondjuk egy autót, vagy egy gyerekülést, vagy éppen bármilyen ipari területet. Itt azért ezt próbáljuk még jobban megértetni, és ezt látjuk a piacon is, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek, mind felhasználói, mind befektetői, vagy üzleti oldalról ebbe, még kettősség van, tehát még én azt mondom, hogy a mérleg nem billent el egyik oldalra se, csak azt látjuk, hogy nagyon sokan érdeklődnek, kíváncsiak, hogyha kipróbálják, akkor igenis és átbillennek afelé, hogy ez jó technológia, de azért nagyon sokan úgy vannak, hogy igenis és a hagyományos dolgok, és nem tudjuk elengedni. Tegnap voltam egy autómosónál pont, ami mechanikusan tisztít, dörzsöl, és rengeteg vizet használ el, és ott, aki például üzemeltette, vele beszéltem, és egyértelműen elmondja, igenis, és a mechanikus az a legjobb, le kell dörzsölni nagyon sok vízzel, nagyon sok vegyszerrel. Hát ez alapvetően nekem azt mutatta, amikor visszaültem az autóba, és gondolkodtam egy picit rajta, hogy igenis még mindig ott vagyunk, hogy ez nagyon nehéz feladat, de el kell érnünk, és mindenkinek meg kell mutatnunk, hogy van rá más lehetőség is. Úgyhogy maga a piac, és maga mondjuk akkor azt mondom, hogy Magyarország vagy a világ, az még mindig ilyen kétkedve fogadja, sokan nyitottak rá, mert keresik ezeket a lehetőségeket, de nagyon sokan még ott tartanak, hogy jó az a hagyományos. Igen, a tudatosság az mindig is egy nehéz téma volt, viszont
én nagyon-nagyon azt mondom, hogy úttörői vagytok ennek, ti is, meg valamilyen szinten mi is egyébként, és mindenki, aki próbál megmutatni az embereknek pozitív dolgokat, esetlegesen új dolgokat, legyen az akár tényleg a környezetszennyezés, vagy a spórolás jelen esetben ugye a vízzel, de nem csak a vízzel, hanem egy csomó minden mással is tudunk spórolni, és én azt gondolom, hogy amit a legjobban az embereknek el kell fogadniuk azt, hogy a saját meggyőződésük az változhat. Meg tudnak mutatni emberek olyan technológiákat, olyan eszközöket, amelyek előre viszik mindenkinek az életét, természetesen az emberiséget is, de általában azért valljuk be, Szilárd, az emberek nem az emberiséggel vannak elfoglalva, hanem saját magukkal. Na most, ha meg tudjuk mutatni nekik azt, hogy saját magukat előre tudják vinni pozitívan, és egy csomó hasznos dolog van, ami ott van az óruk előtt, csak nézzék meg, legyenek nyitottak, ahogy te is mondtad, és ha kellő nyitottsággal állnak hozzá, akkor rá fognak arra jönni, hogy az általam az előbb említett meggyőződésük, az bizony egy rossz meggyőződés. Csak hát erre rá kell jönni, kinek hosszabb idő alatt jön ez el, kinek pedig rövidebb idő alatt. Te is így látod, Szilárd? Ez így van, abszolút egyetértek, tehát nekünk is, hogyha a magunk cégét nézzük, vagy a magunk filozófiáját, akkor abszolút a növekedés az elsődleges célkitűzés, ami meg a szükségességet is hozza magával, hogy igenis, és minél több helyen ott van, annál keresettebb lesz, annál elfogadottabb lesz. Tehát azzal, hogy mondjuk mi növekszünk, és minél több helyre elkerül, vagy kikerülnek a gépeink, minél több ember használja, annál jobban át tud majd lépni. Mert most még az egyetértek abszolút át, hogy magam, nekem legyen olcsó, nekem legyen egyszerű, nekem legyen hatékony a tisztítás, és akkor itt jönnek azok, hogy de van más lehetőség. De ugye maga ez a technológia, ez azt húzza magával, bármi más ilyen környezettudatos technológiát ide sorolhatnánk, hogy ezzel plusz hozzáadott értékek vannak, és igenis, és csak a tudatosságot kellene akkor még jobban magunk elé venni, vagy a kíváncsiságot, hogy kipróbáljunk egy új dolgot, és lássuk annak az erejét, és annak a hasznát élvezzük is. Úgyhogy szerintem az egyénekből azért nagyon szép lassan, és a munkánk folyamán meg a sok-sok más gőztechnológiának cégnek a munkája folyamán azért az át fog nagyon gyorsan billenni, és ott lesz, hogy mindenkinek ez lesz az alap. Hát igen, az előbb említett az automosót, képzeld, az jutott eszembe, hogy voltunk egy automosóban, normál automosóról beszélek, és fogtam azt a nagy pisztolyt, és ugye mit csináltam? Hát forró vizet, nem a kopaszra, hanem az autóra, és bizony, amikor, és a kedves megszerdi hallgatóknak megpróbálom így elmagyarázni, tehát amikor egy automosóba elviszitek a kocsitokat, és a forró vizet nyomjátok, ha jó erősen, fokozatosan nyomjátok, és jó forró a víz, akkor látni fogjátok azt, hogy mennyire könnyen leszedi a forró víz. Na, ezt képzeljétek el, szorozzátok meg mondjuk nem tudom hánnyal, ugye bár ilyen 170 fokról beszélünk, ugye Szilárd, körülbelül? 100-120 fok, igen, tehát a kilépő gőz mennyiség az a... Igen. Na, hát szóval el kell azt képzelni, hogy ugyanezt gőzzel, jóval kevesebb vízzel, olcsóbban, hatékonyabban és környezetkímélőbben meg lehet tenni, és ha így gondolkodtok, akkor rá fogtok jönni arra, hogy alapvetően egy nagyon picit kell változtatni, és onnantól kezdve pedig tényleg környezetkímélőbben és takarékosabban meg tudjátok oldani. Na, arról nem beszélve egyébként, hogy tisztább lesz, de hát ez megint egy másik téma. Én azt javaslom, Szilárd, hogy jövő héten pont a tisztaság miatt beszélgessünk egy kicsit a szennyeződés csökkentéséről is, jó? Na, rendben. Oké, kedves Megszárdió hallgatók, a Prosis jó voltából az alapítót, Varsányi Szilárdot hallottátok. Szilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én köszönöm, szervusz, viszont hallás. Szia! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.